Herceg Ferenc, a majom. Előadja Túri Bálint. Lakott Budapesten egy özvegyasszony. Annak volt egy gyurka nevű kisfia. Az özvegyasszony egyszer húsz fillért adott a fiának, és elküldte boltba, hogy hozzon sajtot. Gyurka a boltba ment. Útközben a pénzzel labdázott, földobta a levegőbe, és elkapta megint. A húsz azonban egyszerre leesett a földre. Tovább gurult a kövezeten, és eltűnt az utcai csatorna rostéjában. A fiú ekkor nagyon megijedt, és elkezdett keservesen sírni. Arra jött a rendőr. – Miért sírsz? – kérdezte gyurkától. A fiú elpanaszolta, hogy a húsz villérje beleesett a csatornába. – Ha nagyobb bajod nincs, azon még segíthetünk azzal kézen fogta gyurkát, és magával vitte. Jó sokáig mentek együtt Gérbegurba utcákon át, végül beléptek egy ócska nagy ház kapuján. A homályos nagy udvar teli volt ládákkal, meg hordókkal. Az udvar végében volt egy vasajtó. A rendőr kinyitotta az ajtót, és így szólt a kisfiúhoz. Ebben a raktárban megvan minden, amit az emberek elveszítenek. Egy vakember őrzi a holmit. Ő majd visszaadja neked a húsz villéredet. A rendőr elment, Gyurka pedig belépett a raktárba. Nagyon hosszú, homályos terembe jutott. A terem fa mennyezetét fekete gerendák támogatták. A kopott fal mellett garmad számra hevert a sok elveszett holmi esernyők, botok, kabátok, melyeket az emberek elhagytak valahol. Kalapok, amelyeket elhordott a szél. Hosszú polcokon ékszerek és órák hevertek. Mindegyikre cédula volt ragasztva, azon rajta volt a tulajdonos neve. Gyurka egy eleven lelket sem talált az első teremben, és belépett a másodikba. Ott sok elveszett kutya és macska volt, sőt, egy-két ló is volt ott. A terem végében néhány elveszett kisgyerek ült. Mindegyiknek cédula volt a nyakán, az édesanyja nevével. Csendesen csücsültek, és a nagy szemükkel komolyan néztek gyurkára. A harmadik teremben együtt volt minden játékszer, amelyet a budapesti gyerekek elszórtak. Rengeteg sok labda, papírsárkány, trombita és bábú. Gyurka kíváncsian nézte a kívánatos holmit. Egy arasznyi kis kócmajom nagyon megtetszett neki. A kócmajom mozgatni tudta a négy kezét. A szeme vörös volt, a fogát meg furcsán vicsorgatta. Egy cédula volt a majom nyakán, azon rajta volt a gazdája neve, Faragó Palkó. Miközben a kócmajmot nézte, köhögést hallott a sarokból. Egy kis vaskályha mellett nagy szakállú a szemén zöld ernyő volt. Erősen pipázott és kék füstkarikákat bocsátott a levegőbe. A kisfiú odament, illedelmesen megemelte a sapkáját, és azt mondta, hogy az elveszett húsz fillérjéért jött. Eredj a negyedik szobába, és keresd meg, mondta az öreg. A negyedik teremben őrizték az elveszett pénzt. Hosszú asztalokon cserép tányérok állottak. Egyik tányérban bankópénz volt, a másikban arany, a harmadikban ezüst. Gyurka végül megtalálta a maga húsz fillérjét. Egy cédula volt a tányéron ilyen fölírással: A gyurka húsz fillérje. Megtaláltad? kérdezte az öreg ember. Megtaláltam, bácsi, válaszolt Gyurka. Gyurka megköszönte az öreg szívességét, és kifelé indult amikor a kiskóc majomhoz ért, megállott egy pillanatra. Jó volna, ha az a majom az enyém volna, gondolta magában. El is vihetném magammal. Faragó palkó talán nem is gondol vele többet, az öreg pedig nem lát semmit. Visszatekintett az öregre. Az békésen pipázgatott a homályos sarokban. Gyurka ekkor hegyen, odalopódzott a polchoz, a kabátja alá gyűrte a kis majmot, és dobogó szívvel kiosont a raktárból. Otthon azt hazudta édesanyjának, hogy a majmot az utcán találta. Vacsoráig jó ízűen eljátszadozott vele, aztán maga mellé vette az ágyába, és elaludt. Reggelre kelve furcsa meglepetésben volt része. A majom, amely tegnap még csak egy arasznyi volt, megnőtt két arasznyira. Gyurka igen megszeppent. Soha sem hallotta még, hogy a kócmajmok nőni szoktak. Iskolába kellett mennie, és amikor este megint előkereste a majmot, hogy mulasson vele, rémülten tántorodott vissza. A majom most már akkora volt, mint egy kisgyerek. Gyurka remegő kézzel fogta meg a különös játékszert, és bevitte a sötét kamrába, hogy meg ne lássa az édesanyja. A sötét kamarában különféle ócska holmit tartottak, és édesanyja csak ritkán nyitott be oda. A fiú begyömöszölte a majmot a szekrény mögé, és még le is takarta a régi újságpapírokkal. Most már nem akart vele többé játszani. Vacsorára alig evett valamit, és amikor ágyba fektették, jó ideig nem jött állom a szemére. Azon gondolkozott, hogyan szabadulhatna meg a majomtól. Úgy gondolta, hogy legjobb lesz, ha másnap titokban kiviszi a házból és kilöki az utcára. Másnap alig tudta megvárni, hogy vége legyen az iskolának. Az édesanyja nem volt otthon, és ő egyedül volt a lakásban. Dobogó szívvel ment a sötét kamrához. Kinyitotta az ajtót, és óvatosan bedugta a fejét. Rettenetes dolgot látott a kócmajom kinőtt a szekrény mögül. Akkora volt, mint egy felnőtt ember. A feje kinézett a szekrény teteje fölött, a két vörös szeme alattomosan tekintett gyurkára, a nagy szája pedig gonoszul vigyorgott. Harmadnapra gyurka nem ismert benézni a kamrába. Negyednapra azonban beküldte az édesanyja. El egy gyurkas, hozd ki a régi fehér skatuját, szükségem van rá. A szörnyeteg megint óriásit nőtt. Most már olyan hosszú volt a két szőrös karja, hogy átfogta velük az egész szekrényt. A fogát vicsorgatva szorongott a fal mellett, a szeme pedig vörös tűzfényben ragyogott. Gyurka nem mert szólni a majomról. Mivel azonban nagyon sápat volt, és a foga is vacogott a félelemtől, az édesanyja azt hitte, hogy beteg, és ágyba fektette. Egy hét telt el a majom napról napra nőtt. A hét végén már akkorára duzzadt, hogy betöltötte az egész kamrát. Tányérszemű hordónyi fejét szőrös mellére hajtva, kuporodott a homályban, és óriás keze elért már a kamra ajtajáig. Gyurka pedig a félelemtől betegen ült a külső szobában, és egyre azon gondolkozott, hogy mi lesz majd, ha édesanyja egy nap betalányítni a kamrába, és megtudja szörnyű titkát. Szólni azonban most sem mert. Egy nap, amikor hazajött az iskolából, egy kisfiút látott az utcán, aki egy pajtása után szaladt, és a nevét kiáltotta. Faragó Palkó, várj meg! kiáltotta. Faragó Palkó, hiszen az a kócmajom kis gazdájának a neve, gondolta Gyurka. A fiúk után sietett, és hamar utol érte őket. Melyik teket hívják Faragó Palkónak? kérdezte. Engem, válaszolt egy szőkefejű gyerek. Nem vesztettél el egy kóc majmot? kérdezte tovább Gyurka. A szőkefejű gyerek szeme egyszerre fölragyogott. De igen, két héttel ezelőtt. Nagyon szép kis majom volt. Te talán megtaláltad? Megtaláltam, és ha velem jössz, visszaadom neked. Gyurka elvitte a szőkefejűt az édesanyja lakására. Abban a szobában van, mondta a kamra ajta jára mutatva. Hát hozd ki, bíztatta a szőkefejű. Gyurka félve kinyitotta az ajtót. A szörnyeteget ezúttal nem látta. A kamra üres volt. Óvatosan ment a sarokba. A szekrény mögött egy csomó újságpapírost talált. Fölemelte, és alatta ott feküdt a kis kócmajom. Megint csak egy arasznyi hosszú volt. Gyurka odaadta a kis gazdájának. Az elkiáltotta magát örömében. Köszönöm, pajtás, mondta. Azzal kezet fogott gyurkával, és elszaladt a kócmajommal a hóna alatt. Gyurka édesanyja este felé jött csak haza. Mikor meglátta a fiát, megsimogatta az arcát, és mosolyogva mondta. Úgy látom, nincs már semmi bajod, pedig már féltettelek, hogy beteg leszel. Boldog karácsony kíván a déli Népprogram! program.